bizottsági elnök úr a szó. Köszönöm szépen. 20 perces szünet után az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletről egyeztetnek a képviselők. A Megyeri téri mélygarázs építésére beérkezett pályázatról is nyílt ülésen tárgyalnak majd a pályázó kérésére. Hatalommal került módosításra, és jelen esetben is a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény módosításának a harmonizációjáról van szó. Tehát tulajdonképpen a törvényi összehangolás a mostani módosításunknak a témája, és ehhez kérném a közgyűlésnek a támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha nincs hozzászólás, akkor kérném a szavazást a képviselők részéről a rendeletre. Huszonkettő igen, egy tartózkodással a rendeletet a közgyűlés elfogadta. Következik a 44/2008-as számú önkormányzati rendeleteknek, vagy rendeletnek az 1-es és 2-es számú melléklet módosítása, a belvárosi turistabusz megállóhelyek kijelölésének vonatkozásában. Juhász István bizottsági elnök úr a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Többször nekifutottunk már ennek a rendelet alkotásnak. Én azt hiszem, hogy most jutottunk el odáig, hogy egy széleskörű egyeztetés szakmai szempontok figyelembevételével előállhatott itt a közgyűlés előtt ez a napirendi pont. A kommunális bizottság többször tárgyalta ezt a pontot, a Városfejlesztési Bizottság szintúgy és a Gazdasági Bizottság is. Én úgy tudom, hogy a kommunális bizottság egyhangú döntését követően a Városfejlesztési Bizottság még egy pontban módosította, egy 2-es pontban az előterjesztést. A magunk részéről és a magam részéről nyilván ez támogatható, hiszen nem alapjaiban érinti a rendelet módosítást, hanem egy további lehetőséget biztosít a behajtásra engedélyezett gépjárművek ellenőrzésére. Én azt hiszem, hogy egyetlen egy dolgunk van még ennek a rendeletnek kapcsán az elfogadásán kívül, hogy megfelelő és széleskörű tájékoztatást kell adni a Pécsváros lakóinak érdekében, hogy mindenki számára megismerhetővé váljon az a rendszer, melyet Pécs történelmi belvárosában szeretnénk bevezetni. Többet azért nem kívánok hozzátenni, mint mondtam, hiszen nagyon széleskörű tájékoztatás és szakmai megbeszélés előzte meg ezt a napirendi pontot. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Déményi Sándor elnök úr, a szót, tessék parancsolni. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Valóban a Városfejlesztési Bizottság is kiegészítette. Ugye itt most két dologról van szó, egy rendeletet, illetve két határozatot fogunk megszavazni, és az egyik határozatban belevettünk egy olyan pontot, hogy a LKF helyszínek között amúgy szereplő Kálvária domb és a megyei önkormányzat tulajdonában levő díszterem, illetve a Modern Múzeum közötti kapcsolat megteremtése érdekében a városfalon keresztül egy gyalogos kapu létesüljön, és ez ügyben ugye az előterjesztés szerint alpolgármester úr felvenné a kapcsolatot a megyei önkormányzat közgyűlésének az elnökével, hogy ez a kapcsolat megvalósulhasson. Tehát ezzel egészült ki az a határozat, amit a kommunális bizottság terjesztett elő, és amivel a Városfejlesztési Bizottság is egyetértett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előterjesztésnek ugye van egy olyan része, ami költségvetési forrást igényel, és ha minden igaz, akkor a belvárosi turistabusz megállóhelyek kijelölése tárgyában a Költségvetési Bizottságnak volt egy állásfoglalása a tekintetben, hogy honnan lehetne megfinanszírozni az elkészítendő tanulmánynak a forrásigényét. Igen, elnök úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap a Költségvetési Bizottság megtárgyalta, és a forrásként a város és
település gazdálkodási keretet jelölte meg forrásként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bizottsági elnök ura, kiegészítését. Akkor ezzel a kiegészítéssel szeretném szavazásra bocsájtani az előterjesztést. Először a rendeletről szavazunk. Igen, köszönöm szépen, jegyzőasszony. Tehát először a rendeletről szavaznák, kérném a képviselők szavazatát. A rendeletet a közgyűlés 32 igen szavazattal elfogadta. Másodszorra az első határozati javaslatról szavaznánk. Kérném a szavazást. Igen szavazattal a testület elfogadta. Harmadszorra a belvárosi turistabusz megállóhelyek kijelöléséről címet viselő határozatról szavaznánk. Kérném a szavazást. Köszönöm szépen, 32 igen szavazattal ezt is elfogadta a testület. Soron következő napirendi pontunk a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 35/2007-es számú önkormányzati rendelet és az ehhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés módosítása. Előterjesztő Páva Zsolt polgármester úr, megadom a polgármester úrnak a szót. Nincsen kiegészítés, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Juhász István képviselő úr, a szó. Köszönöm, alpolgármester úr. Csak azért, mert nem régen beszéltünk róla a bizottsági ülésen, és nem szerepel az előterjesztésben. A kommunális bizottság az utolsó bizottsági ülésen megtárgyalta az előterjesztést, pro és kontra figyelembe vette az érveket, figyelembe vette azt, és alapvetően azt vette figyelembe, hogy a város lakóinak mi az érdeke. És azt szeretném jelezni a közgyűlés képviselőinek számára, hogy 3-1 hangú szavazattal a kommunális bizottság javasolta azt, hogy az előterjesztés a itt látott formában elfogadásra kerüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen, dr. Schmidt József képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, alpolgármester úr. A gazdasági bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta az előterjesztést, és 3 igennel 2 tartózkodással javasolta elfogadásra. Ugyan a gazdasági bizottságon elhangzott, amire ma reggel részben választ kaptunk polgármester úrtól, hogy a jogi rendezetlenség ugye esetleg zavarhatja ezt a kérdést is, de hát hallottuk, hogy egyfajta bírósági döntés, már választott bírósági döntés már született. A másik az eszközökkel kapcsolatos, eszközök rendelkezésére állásával kapcsolatos kérdés volt, ami felvetődött, de igazgató úrtól erre választ kaptunk. Ezt meg eredményeként 3 igennel 2 tartózkodással támogatta az előterjesztést a bizottság. Köszönöm szépen, dr. Tóth Bertalan frakcióvezető úr, a szó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt közgyűlés, az önkormányzati bizottság ma reggel rendkívüli ülésén tárgyalta ezt az előterjesztést, és hát hasonló problémák vetődtek föl itt is, mint a gazdasági bizottságnál. Ugye egyrészt a szerződés, tehát a vízművel kötött üzemeltetési szerződés felmondásának kapcsolatos, akkor még bizonytalan jogi helyzet, ami elbizonytalította a képviselőket. Ugye erre most választ kaptunk, hogy a választott bíróság ezügyben döntést hozott. Nyilván biztos vagyok benne, hogy kapunk majd erről részletesebb tájékoztatást, egyrészt az ítélet tartamáról, vagy a további lépésekről, esetleg jogorvoslati kérdéskörökről, de nem is ez az előterjesztés tárgya. A másik, ami fölmerült, és megmondom őszintén, hogy ebben nem kaptunk megnyugtató választ, ez a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatos kételyek, bizonytalanságok. Ugye hallhattuk azt, hogy közbeszerzési döntőbizottsághoz be kell jelenteni 5 napon belül a szerződés megszűnését. Ugye itt
ha jól tudom, illetve ezt hallottuk a bizottságülésen, a Pécsi Vízmű ZRT-nek ezt a bejelentést alá kell írni, tehát de most ebben bizonytalan vagyok, hogy ez kötelező, nem azért nézek jegyző, azt mondom, hogy nyilván őt szólítanám meg ebben a kérdéskörben. Ugye beszéltünk arról, hogy a lehetetlenülés miatt megszűnő vállalkozási szerződés, szolgáltatási szerződésnél, ugye melyik indok alapján szűnik meg a szerződés. Ugye itt maga a javaslat arról szól, hogy mind az objektív, mind a szubjektív megszűnési indokot bent hagyja a rendszerbe, tehát hogy a feleken kívülálló okok miatt, vagy valamelyik fél okán állt be a lehetetlenülés. Ebben is én megmondom őszintén, hogy érzek bizonytalanságot, és hát a kijelöléssel kapcsolatos, ugye a közbeszélési törvény lehetőséget ad a kijelölésre, de itt is a közbeszélési döntőbizottságnak vannak bizonyos állásfoglalásai, ami miatt jogi problémák vetődnek föl. Én kérem tisztelt jegyzőasszonyt, hogy néhány mondatban mondja el, hogy mire számíthatunk, mi a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor megadnám a jegyzőasszonynak a szót. Tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt képviselőtestület, az előterjesztés törvényességi kontrolljánál több szempontot vizsgáltunk, és három olyan kérdéskör merült fel, ami számunkra mutatott jogi aggályt. Egyrészt a szolgáltatás ellehetetlenülésével kapcsolatos kérdéskör, hisz volt olyan önkormányzati bizottság, ahol Pécsi Vízmű vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy nem tudnak szolgáltatni, mert fizikálisan nem jutok hozzá az eszközökhöz. Viszont Winkler úr bemutatta Tetje forrásház vezérigazgatója azokat a levelezéseket, amelyeket a Pécsi Vízművel folytattak, amelyből viszont egyfajta nem akarás tűnt ki. Tehát ez volt az egyik kérdéskör, amelyet vizsgáltunk. A másik a rendelet alkotás kérdésköre, hogy mennyire rendelkezik azokkal a hatósági engedélyekkel a Tetje forrásház, amelyek szükségesek, hogy ezen feladatokat ellássa. A környezetvédelmi hatóság kiadta az engedélyt, amely jogerőssé vált, és ez a rendelet alkotáshoz szintén hozzájárult, tehát véleményét írásban eljutatta az önkormányzathoz. A harmadik kérdés, és elnézést kell, még a környező településeknek és a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul el kellett küldenünk a rendeletet, ez megtörtént. A harmadik kérdéskör volt a közbeszerzés vizsgálata. Teljesen egyértelmű, hogy a közbeszerzési törvénynek eleget teszünk, abból a szempontból, hogy 100%-os tulajdoni része van az önkormányzatnak a Tetje forrásháznál. Amely igazán aggodalmat okozott számunkra, az pedig az árbevételi 90%-os produktum. Ezt szintén vizsgálták a kollégáim, sőt a közbeszerzési tanácsadónk közbeszerzési tanástól kérte be véleményt, eltérőek az álláspontok. Tehát ebben a kérdéskörben felvethető, hogy nem azonos a jogi vélemény, van, aki szerint megfelelünk ennek, más nézet szerint pedig nem. Nyilván a döntéshozó felelőssége, hogy fölvállalja ezt a döntést, és hozzájárul ehhez, és megköti ezt a szerződést. Tehát ebben nincs egyértelmű jogi álláspontja sem, még a közbeszerzési döntőbizottság tagjainak sem. Tehát ott is több ellentétes nézet van. De amennyiben a közgyűlés erről így dönt, nyilvánvalóan megtörténik az, hogy nyilatkozatételre felhívjuk a Pécsi Vízművet, illetve felterjesztjük a döntőbizottság elé. Nem tartom kizártnak, hogy jogorvoslati lehetőséggel élni fognak ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha nincs más hozzászólás, akkor kérnék szavazást először a rendeletről, és utána pedig az új ma reggel kiosztásra került határozat javaslatról. A rendeletet a testület 24 igen, 1 nem és 10 tartózkodás mellett elfogadta. Kérném a szavazást akkor a határozat javaslatról. Igen, 11 tartózkodás mellett elfogadtuk a határozati javaslatot.
Következő napirendi pontunk a szavazatszámoló bizottsági tagok és póttagok megválasztása címet képviseli. Előterjesztő dr. Papp Judit címzetes főjegyzőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület! A választási eljárási törvény alapján került önök elé most a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról szóló előterjesztés. Nagyon fontos szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottsági tagok a szavazás folyamán, hisz április 11-én és a második forduló lesz, akkor 25-én a választójogi törvényben előírtak végrehajtását fogják ők megtenni, mégpedig több százan Pécs városában. Tisztelettel kérem, hogy azzal a kiegészítéssel, amit ma reggel kiosztottam, szíveskedjenek ezen tagokat megválasztani és lehetővé tenni, hogy ezen nagyon fontos feladatuknak velünk együtt eleget tudjanak tenni. Tájékoztatásul csak annyit mondanék, hogy a holnapi napon 16 órakor zárjuk a jelölési lehetőséget. Az eddig beérkezett jelölteket a bizottságok nyilvántartásba vették, és holnap 16 órakor ülésezve a még beérkezőknél ugyanezt meg fogják tenni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mivel nincs észrevétel és hozzászólás, ezért kérdezem a tisztelt közgyűlést, illetve javaslom ügyrendi szavazásképpen, hogy arról döntsünk, hogy a határozati javaslatban szereplő személyekről egy szavazással tudjunk dönteni. Kérem erről a képviselő véleményét. Harmincöt igen szavazattal elfogadtuk ezt a javaslatot. Úgyhogy most kérem, hogy szavazunk az előterjesztésről és a határozati javaslatról. Az előterjesztést 32 igen szavazattal a testület elfogadta. Következő napirendi pontunk a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács személyi összetételének változása. Előterjesztő Schmidt József bizottság elnök úrné a szó. Köszönöm szépen a szót, a polgármester úr, miután kiosztásos az előterjesztés, ezért kettő mondatban elmondanám. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanácsnak tagja volt az egykori Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottságának az elnöke. A bizottság megszűntével Fuchs képviselő úr úgy döntött, hogy a KBT tagságáról lemond, hiszen bizottsági elnökként, a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnökeként volt tagja a bizottságnak. Ezzel egy időben az Összefogás Pécsért Egyesület frakciója fordult javaslattal a KBT-hez, és Brannauer Zoltán urat, mint civil delegáltat jelölte arra, hogy üresedett helyre. A Közbiztonsági Tanács az elmúlt ülésén tárgyalta a javaslatot, elfogadta, és javaslom a közgyűlésnek is elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kérném a szavazást. Bocsánat, elnézést kérnék. Kővári János úr már jelezte a hozzászólási szándékát, kicsit siettem. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a polgármester úr, csak nagyon röviden az indoklás, hogy az Összefogás Pécsért frakció azért tartja fontosnak a jelölést, miután Fuchs képviselő úr a Társadalmi Bizottság elnöke volt, ezzel tulajdonképpen a civil szervezeteket megpróbálta nyilván ő is bevonni a Közbiztonsági Tanács munkájába. Erre szeretne vállalkozni Brannauer Zoltán, úgyhogy kérem, hogy támogassák. Köszönöm szépen, Fuchs Gábor képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót a polgármester úr. Én csak szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a bizottságban segítette az én munkámat, és a bizottság tagjainak és elnökének, hogy részt vettem a Közbiztonsági Tanács munkájában. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagyon értékes tapasztalatokkal gazdagodtam. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő úr. Kérném a szavazást. Harmincöt igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést. Következik a pályázat kiírása az intézmények gazdasági szolgálata magasabb vezetői feladatainak ellátására címet viseli. Jelzem, hogy új előterjesztés került kiosztásra, kérem ennek figyelembevételével döntsenek a tisztelt képviselő hölgyek és urak. Megadnám a szót Trombitás Károly bizottság elnök úrnak.
Köszönöm szépen, elnök úr, én is ezt szerettem volna mondani, hogy egy új anyag került kiosztásra, apróbb módosítások történtek benne, és kérem, hogy erről történjen a szavazás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor kérném a szavazást a képviselők részéről. Először ügyrendben fogunk szavazni, méghozzá arról, hogy az előterjesztésben szereplő személyekről egy szavazással tudjunk dönteni. Ezt kérném a képviselőktől. Három tartózkodás mellett a testület elfogadta. Bocsánat, nem tartózkodás volt, hanem nem, tehát három nem szavazattal fogadta el a testület, és akkor kérném az előterjesztésről, illetve a határozati javaslatról a szavazást. Igen szavazattal a testület elfogadta az előterjesztést. Következik az EUNAT 2000 non-profit Kft. Ügyvezetői tisztségére pályázat kiírása előterjesztőként. Nekem nincsen kiegészíteni valóm. Kővári János úri a szó. Köszönöm a polgármester úr. Az Összefogás Pécsért frakció úgy véli, hogy a helyesebb lenne talán ezt a pályázatot majd a következő önkormányzatnak kiírnia, hiszen az EUNET-tel kapcsolatban azért az is fölmerült már sokféle koncepció, többek között az is, hogy esetleg más formában lehetne működtetni ezeket a feladatokat a jövőben, ezzel is akár költségeket jelentős mértékben megtakarítva, vagy legalábbis hatékonyabban felhasználva. Ezért én azt javasolnám a frakció nevében, hogy a 2010 decemberéig december 31-ig hosszabbítódjon meg a szerződés, és az új felállású önkormányzat a koncepciójának megfelelően írja ki a pályázatot ennek a posztnak a betöltésére. Tehát ez egy módosító indítvány lenne. Köszönöm szépen, Schmidt József képviselő úr. Köszönöm szépen. Ha erről döntünk, amit Kővári úr most javasolt, akkor lehet, hogy okafogyottá válik a hozzászólásom. Azért elmondom, hogy tegnap a gazdasági bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és a gazdasági bizottságon a mostani híráshoz képest más vélemény alakult ki. A gazdasági bizottság 5 igennel és egy tartózkodással támogatta azokat a módosítási javaslatokat, amiket én most itt elmondanék. A felsőfokú végzettség mellett a bizottság egyes tagjai konkrétan megfogalmazást javasoltak, mely szerint műszaki vagy gazdasági végzettség kerüljön be a javaslatba, az angol nyelvtárgyalási szintű ismerete mellett vagy ként a német nyelvtárgyalási szintű ismerete hangzott még el, és az ügyvezetői megbízás időtartama, amennyiben a pályázat kiírásra kerül, akkor május végéig legyen, hiszen május végéig lebonyolítható ez a pályázat volt a javaslata a gazdasági bizottságnak. Ezt kötelességem volt elmondani most. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani előterjesztőként, hogy a módosító indítványok közül én a magam részéről nem tudom támogatni azt a módosító indítványt, ami a felsőfokú végzettség vonatkozásában műszaki vagy gazdasági szigorítást tartalmaz. Én azt gondolom, hogy ismerve a jelenlegi ügyvezető munkáját, talán őt nem kéne a pályázati lehetőségek közül kiszorítani, és ez az indítvány erre irányul az én tudomásom szerint. Azt el tudom fogadni, hogy az angol nyelv mellett jelenjen meg a német nyelv tárgyalás szerintű ismerete, és a határidők vonatkozásában is azt kérem a tisztelt közgyűléstől, hogy az eredeti előterjesztés szerint szavazzanak, illetve támogassák az előterjesztést. Nyilvánvalóan, hogyha nincs több hozzászólás, akkor a módosító indítványokról kellene szavazni. Elsőként akkor feltenném szavazásra a Kővár János úrnak a módosító indítványát, mely arról szólt, 2010. december 31-ig legyen meghatározott időre meghosszabbítva az ügyvezető megbízása. Én a magam részéről ezt nem támogatom.
ezt a testület 19 igen, 12 nem és 3 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a jegyzőasszonyt, hogy az esetben mi a helyzet, akkor miről tudunk még szavazni? Kővári János úr azt javasolta, hogy 2010. december 31-ig legyen meghosszabbítva a mostani ügyvezetőnek a megbízása. Az én értelmezésem szerint akkor ez a kiírás most nem fog megjelenni. Jó, köszönöm szépen, akkor a testület ezt a döntést hozta. Én, ha jól értettem Kövári Jánost, akkor ugye ő azt javasolta, hogy most ne kerüljön kiírásra a pályázat, hanem kerüljön meghosszabbításra az ügyvezetőnek a megbízása 2010. december 31-ig. Pillanat, itt most a jegyzőasszony. Jó. Igen, köszönöm szépen. A jegyzőasszony azt mondja, hogy mivel személyi kérdésről van szó, tehát minősített többség kellett volna a javaslat elfogadásához, tehát ez a javaslat akkor nem került elfogadásra, mint módosító indítvány. Jó. A jegyzőasszonnyal tanácskozva egyeztetési szünetet szeretnék kérni egy 2 percben. Szóban azt mondod, hogy most ne legyen.